Messziről hallani, dolgoznak a fűkasszák ezen a Magy-községhez közeli 10 hektáros területen. A gépekkel gyökérszaggatást végeznek, erre nyaranta legalább kétszer szükség is van, az intenzíven növekedő tuskósarjak visszaszorítása érdekében, azért, hogy a jó növekedésű gyökérsarjak ne tűnjenek el. Olyan területeken, ahol véghasználatra kerül sor, mindenképpen el kell végezni a felújítást, ápolást. Az erdészetnél máshol is zajlik jelenleg ilyen munka. A nyíregyházi erdészet területén évente egy 130-140 hektáron végzünk erdőfelújítási munkát. Ez azt jelenti, hogy ilyen területen indul új fiatal erdő. Ezt mindenképpen ápolnunk kell folyamatosan, de ehhez hozzájön még a korábbi évek erdőfelújításainak a fiatal erdősítései. Tehát ez azt jelenti, hogy éves szinten egy 1000 hektárt meghaladó érintett területen kell ápolási munkát végezni. Az ápolási munkák mellett mesterséges erdőfelújítás, sorközápolást is végeznek géppel és kézzel egyaránt. A fakitermelés döntő része télen történik, nyáron elsősorban a nevelővágásokat végzik el. A kitermelt fa egy részét saját fagyártmányüzemükben dolgozzák fel, a döntő többségét viszont közvetlen módon vagy tűzépeken keresztül értékesítik. Az erdészet ebből a pénzből tudja finanszírozni mások mellett az ápolási munkálatokat. Erdőtelepítésre viszont pályázni is tud a társaság. Az erre fordítható támogatásokat ráadásul jelentősen meg is növelték a vidékfejlesztési program módosításában. A társaságunkra jellemző elsősorban, hogy állami erdőterületet kezel, tehát az általunk kezelt terület zömében már erdő. Ugye erdőtelepítésről pedig akkor beszélünk, amikor valamilyen más művelési ágú területre azt mondja a tulajdonos, vagy a gazda, hogy ő ott erdőt szeretne, és akkor erdőt telepít. Az ilyen területeket a korábbi években döntő többségében már a társaság betelepítette, de a most induló erdőtelepítési programban is valamilyen szinten részt fogunk venni. Az erdősítési program célja egyébként az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése. Legfontosabb természeti erőforrásaink, vizeink, a talajok és a biológiai sokféleség állapotának megőrzése, javítása, valamint az erdők megfelelő ökológiai teljesítő képességének fenntartása, fejlesztése és erdőterületeink növelése.